Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország a pénzforgalom, a bankkártya tranzakciók illetve pénzügyi műveletek terén. Ennek ellenére néha itt is veszélyt jelentenek azok az új csalási módszerek, amelyekkel az emberek számláit szeretnék megcsapolni a bűnözők. Az elmúlt hónapokban sokan kaptak figyelmeztetést illetve tájékoztatást a saját pénzintézetüktől az újabb adathalász kísérletekről, amelyek közül most a három leggyakrabban előforduló módszert mutatja be a Nemzeti Bank szóvivője. Az első az, hogy telefonhívásra érkezik, úgy tűnik, mintha a hívást a banki ügyfélszolgáltól kapjuk, kapnánk, az a telefonszám jelenik meg a szokásos forgatókönyv következik ezután, tehát pár mondat után a bűnözők arra hivatkozva, hogy valamilyen tranzakció meghiúsult, vagy elvesznek az adataink, vagy valami történt a számlánkkal, meg akarják tudni a bizalmas PIN kódunkat, kártyaazonosítónkat, bankszámla, belépési jelszavainkat, stb. Természetesen néhány ellenőrző kérdést föltehetünk inkább mi, és megbizonyosodhatunk arról, hogy valójában nem a banktól hívnak, de ezeket az adatokat semmiképpen ne adjuk meg, hiszen a bank ezekkel rendelkezik, és ilyet elektronikus úton se telefonszám segítségével, se e-mailen nem kér el tőlünk. A másik mostanában gyakrabban előforduló módszer, ha valamilyen távoli elérést szeretnének arra az eszközre, amelyikkel az internetbankolást végezzük. Valamilyen vírusírtó programra hivatkoznak, vagy banki amit telepítenének, ezeket semmiképpen ne telepítsük a gépünkre, illetve ha csatolmányba küldik el, ezt a csatolmányt se nyissuk meg, hanem mindenképpen töröljük. A harmadik trükk és harmadik új módszer pedig, hogy nem a banki oldalról közelítenek, hanem valamiféle internetes kereskedő cég nevében, jól ismert szállító cég nevében jelzik, hogy elakadt a szállítás, ezért szeretnék megtudni a banki azonosítónkat, kártya adatainkat, bankszámla adatainkat. Az elővigyázatosság, illetve ügyfél tudatosság mellett persze van egy másik technikai segítő is, a bankszámla műveleteknél már több éve, a bankkártyás webes vásárlásoknál pedig ez év elejétől működik egy másodlagos azonosító. Létezik az úgynevezett megerősített ügyfélhitelesítés, vagy kétfaktoros ügyfélhitelesítés. Ez rendkívüli módon megnövelte a biztonságunkat. Ennek röviden annyi a lényege, hogy nem csak egy csatornán a megszokott internetbanki rubrikákba pötyögjük be az adatainkat, hanem egy ettől független másik csatornán, például a mobiltelefonunkra is érkezik egy kód, vagy éppen akinek okos telefonja van, az új lenyomatával, vagy éppen a szemi irisével tudja azonosítani magát. Minden István elmondta, hogy az így védett pénzügyi tranzakciók néhány másodperccel ugyan hosszabban tartanak, ám sokszorosára növekszik a számlánk, illetve a pénzünk biztonsága.